hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Itt jön egy új francia lecke. Köszönöm szépen a támogatóimat. Ebből a leckéből lesz egy hosszabb verzió azoknak, akik harmadik kategóriában előfizetően követnek. És köszönöm szépen nekik. Most egy olyan leckéről fogunk beszélni, ami az igékről szól, és a jelen idői két különböző igékről fogunk ma beszélni. A lenni jelen idő, le verbe être, meg a követni jelen idő franciául. Le verbe suivre. Lássuk először is, és szerintem ezt már ismeritek, a lenni jelen időt. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ok? Akkor a következő a követni jelen időben. Je suis. Igen, ugyanaz. Tu suis. Il suit. Nous suivons. Suivons. Vous suivez. Suivez. Ils suivent. Ils suivent. Nézzünk csak egy kis példát. Hogyha azt mondom, hogy je suis la dame en voiture, az tulajdonképpen mit jelent? Jelenthet két különböző dolgot. Je suis, én vagyok, la dame en voiture. A nő, aki a kocsiba van, szóval kocsikázik. Je suis la dame en voiture. Vagy azt is jelentheti, hogy je suis, én követem la dame, szóval a nőt, en voiture, kocsival. Szóval vagy én vagyok a nő, aki a kocsiban ül és megy valahova, vagy én követem kocsival a nőt, aki ő is lehet kocsiba van, mondjuk az lenne a leglogikusabb, de akár gyalog is lehetne, tök mindegy. Na, szóval... ez a kontextusból derül ki, hogy melyik je suis-t használja az ember. Így legalább tudjátok, hogy ez a két ige pont ugyanúgy néz ki a jelen időben az én formájában. Je suis, je suis. Ezekről az igékről adok nektek több példákat a harmadik kategóriás előfizetőimnek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!